Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Kértétek, tudom, kicsit későre, de elhoztam. Platszerzés, kereskedés 2020-ban a Warframe világában. lehet, hogy nem lesz túl hosszú ez a videó, igyekszek lényegre tölni és elmondani a fontosabb dolgokat, amiket szeretnék. Mostanra az úgy gondolom, hogy a Warframe-nek a market piaca egyre jobban szétszakad, a játéktól, főleg amióta megjelentek a Riven, uh, Riven modok, és azoknak az értéke, piaca nagyon megváltoztatta a Warframe-nek a kereskedelmi képét, hogy így mondjam régen sokkal egyszerűbb volt, nem nagyon voltak mások, csak az árkének, meg a prime cuccok, és az értékesebb modok, és ez nagyon tiszta volt a játékban, és nem nagyon léteztek trading platformok, mint ahogy most vannak, ugye olyan online trading platformok, csak beírtad oda a want to trade, want to buy, és az egyetlen dolog, amire aggódnod kellett az, hogy valaki meg akarja éppen venni azt az adott prime cuccot. A kereskedelem egyszerű volt, és a platszerzés én azt gondolom, hogy egy kicsit nehezebb volt akkor, mint most, és sokkal jobban és fókuszáltabban kellett formoljunk a, a, a megszerzendő cuccra arra, ami több platot ért, és valahol ez adta a warframe az endgame-jét egy adott pillanatban, amikor azért formoltál, azért mentél sokáig, megszeresd azt az egy értékes cuccot, amit 250, 300, 400, 500 platér eladhattál, hogy utána megbusztold az akkontodat, ugye új Warframe helyeket vegyél, új uh, fegyverhelyeket vegyél, formákat vegyél, és a többi. És ez akkoriban nekem uh, nagyon jól ment, de nagyon egyszerű volt ez az egész dolog. Most sem nem egy rosszul, csak már annyira nem foglalkozom a tradinggel, van munkám, és keresek pénzt, és egyszerűbb feltölteni egy 75%-os platot, ugyebár. Mit kell tenned, hogyha platot szerezd, szeretnél kez szerezni a Warframe-ben 2020-ban kezdő vagy, és nem tudod, hogy mit csinálj? Elsősorban el kell érd a Mastery Rank 4-et. Ez az feladat. Mastery Rank 4-nél felnyílnak a szortik. Oké, okay. a szortiban Riven modok eshetnek. Prime cuccokat kell farmolj, és Riven modokat kell farmolj. Ez a feladat. Az első feladat, hogy megszerezd az első platinumidat. Következő feladat. Felmész a Warframe Marketre, és regisztrálsz. A Warframe Marketre, ha beregisztrálsz, el tudod adni a cuccédet, és nagy közösséghez, világméretű közösséghez juttatod el azt, amit el szeretnél adni. A következő feladat. Elmész a Riven Market, a Warframe Riven Marketre. Beírod Google-be Riven Market. Erre a két oldalra regisztrálsz, és voilà, sefini. tudod tölteni, a milyen rivenyeid vannak. Ha kezdő vagy, és nincsenek jó rivenjeid, nincsenek jó prime akkor amíg kiforgatlan riven módjaidat el tudod adni, és mindenképp megveszik. Későbbiekben, hogyha szereztél egy kis platot, akkor már vehetsz kiforgatott riven és elmehetsz kuvát farmolni, hogy a kiforgatott riven modokból nagyon jó riveneket csinálj, és egy sokkal nagyobb profitér el tud őket adni. Prime cuccok pedig ugyanígy működnek, tehát megvesz, kifarmolsz egy jó prime cuccot, eladod jó pénzért. Szar prime cuccot, eladod olcsó pénzért. És amit nagyon-nagyon tudok javasolni neked, amikor kereskedni akarsz, akkor tarts kereskedő napot. Ne menj el játszani pályákat, ne farmolj semmit. Indítsd el, regisztrálj be a cuccaidat, indítsd el, hogy te online vagy, és várj türelemmel. 5 percen belül rádírnak, hogyha van valami olyan cuccod, amire szükségük van az emberednek. Az embereknek megkeresik, mert ezeken az oldalakon ugye ott van a játékneved, minden rádírnak, kell ez a riven ennyi hirdetet, kell ez a Warframe részleg, ennyi hirdeted adjad ide nekem, de akkor nem egyben játszani. Tarts egy kereskedő napot, helyből légy lent a dojóban, várd őket a trading postnál, és rádírnak azonnal, meghívod, mehet a start, és így tovább, és így tovább, akárhány szor tudsz kereskedni egy nap, de az egy kereskedő nap legyen. Ezáltal nem, hogy csak pozitív értékelést kapsz azokkal, azoktól, akivel üzletet csinálsz, ugye, megbízhatóként terjedsz el, ezért a Warframe Market is jobban ajánl téged, látják a játékosok, hogy megbízható, vagy hajlandóbbak vásárolni tőled, még akkor is, hogyha egy kicsit drágában adod a cuccaidat. Szóval 2020-ban a kereskedelem így zajlik. Warframe. -ben. Ez a leghatékonyabb dolog, hogy gyorsan profitot szerez. Szorti, mindig csinálod a szortit, riveneket szerzel. Az elején, hogyha azért akarsz szerezni platot, hogy új Warframe helyeket vásárolj, fegyverhelyeket, akkor kinyithatlan riveneket eladsz, 50 plat, mit tudom én mennyibe van most, nem tudom, eladod a, a, a riveneket, és szerzel Warframe helyett platod. Eladod a Prime cuccokat a Warframe marketen, és szerzel platod. Próbálkozhatsz a trading szekcióban, de azt hiszem, hogy az mostanra csak és kizárólag az elit és legnépszerűbb öm, alkatrészek, riven modok, warframe részekre van, tehát azokra, amikre állandó nagy szükség van, azok fordulnak meg ott. Viszont a jobb cuccokat, az általánosabb kereskedés az már a játékon kívül folyik, a Riven Marketeken, illetve a Warframe Marketen. Ez lenne a, a tip, hogy hogyan kell kereskedni, Csatlakoz egy dojohoz, de nem feltétlenül. Első sorban beszéljünk erről. Csatlakozz egy dojohoz, lemész abba a dojóba, megkeresed a trading posztot, megnyitod a trading posztot, és ott lesz az az illető, akivel kereskedni szeretnél, kész vége. Átverni a másikat nem tudod, mert csak abban az esetben enged cserélni dolgokat, hogyha mind a két fél beleegyezik a cserébe. Szóval nem lehet átverni ö, senkit ezen a téren. A másik módszer, hogy hogyan lehet kereskedni, elmész ö, a marubazárjába a földön. Ö, bocsánat, a morson, most már ott van. Elmész a marubazárjába a Marson, és egy egyszerű kattintással felállítasz egy sopot. Tehát ott is lehet, de ott, ott nem nagyon érdemes hogy őszinte lejják. Tehát érdemesebb egy nyugodt dojo csinálni, és egy dojo felállítani egy shopot, és kereskedni másokkal. A jó dolog az, hogyha jól tudom, most 2020-ban, ha nincsen trading postod a dojo akkor is tudtak kereskedni, a Maru bazárjában felelhető módszerrel, ha jól tudom, nem vagyok benne biztos, de mert hogy sose használtam, nem kellett használnom című történet, de ha igen, akkor az még fantasztikusabb, mert már trading pass sem kell. Szóval, ja, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, ez lenne 2020-ban plotszerzés Warframe-ben. Uh, legalábbis én így látom most, ez én így közelíteném meg, hogyha platra lenne szükségem, és úgy veszem észre, így látom a klántársaimat is, azok, akik hajtanak platra, így látom, hogy ők így dolgoznak, és főleg úgy, hogy olcsón vesznek, nagy profital adnak el, mert hogy ugye például, főleg a rivenekben szereznek egy szarrivent, de egy jó fegyverre, agyon kuvázzák, addig, ameddig kidobja a kiálló statokat, és uh, utána eladják magasabb profiton, mint, amit szer mint amiért vásárolták szóvalja. Ha nem tud mennyi a Rivennek az értéke, ezen oldalakon, mint a Riven Market, meg fogod tudni, hogy mennyi a Riven ennek az értéke. Szóval, ja, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Ezek lettek volna 2020 a Warframe platszerzés tippjeim. Sziasztok! Ez